Folytatjuk már is a mai témát, és természetesen arról beszélgetünk a műsor első felében, hogy a finnek NATO csatlakozásának a ratifikációját megszavazta a parlament, a svédeké pedig még egyelőre várat magára, és arról beszélgetünk, hogy mi lehet a háttérben, mi lehet ennek az indoka, és hogy meddig húzódhat még. És ugye idéztük Dajs Tamást is, aki hát azt mondta, hogy tulajdonképpen a svédek tudatosan próbálnak nekünk ártani, és Orbán Balázst is már emlegettük a műsor első felében, úgyhogy akkor idézzük is őt, mert hogy ő is különböző mondatokat idézett egyébként svéd politikusoktól, és ő is megfogalmazta, hogy miért nem támogatjuk egyelőre a svéd NATO csatlakozást, illetve úgy kezdi ezt a Facebook posztját, hogy támogatjuk a svéd NATO csatlakozást, a magyar kormány döntött róla, most a parlamenten a sor, de van egy kis bökkenő. A magyar képviselők közül néhányan nem nyugodtak, mert azt látják, hogy az elmúlt években svéd kormányzati szereplők, miniszterek, miniszterelnökök, politikusok sportot űztek és űznek abból, hogy folyamatosan megkérdőjelezték a magyar demokrácia állapotát, sértegették a magyar választókat, a képviselőket, és ezáltal az egész országot, és aztán utána azzal folytatta, hogy éppen ezért a svédek feladata, hogy meggyőzzék a magyar képviselőket arról, hogy ebből nem lesz probléma a jövőben. Ez az egyik, hogy ez alatt mit is érthetünk, és a másik idézet pedig, hogy a magyar miniszterelnök is egyértelművé tette a svéd partnerének, hogy ahogy a mondást tartja, lehet a kalauzzal szemtelenkedni, de akkor a jegynek nagyon rendben kell lennie. Ez a helyzet most is fennáll, ugye erre már célzott az előbb. Na kezdjük akkor ezekkel a mondatokkal. Ezek ugye sokan kérdezték, hogy hogyan tudják a magyar képviselőket meggyőzni a svédek arról, hogy most már minden rendben, vagy változhat a helyzet. Szóval mire gondolunk itt, hogy mivel kell meggyőzni a magyar képviselőket? Hát a finneknek sikerült a hírek szerint, tehát elment a 4 tagú delegáció. A svédek feladata, hogy meggyőzzék a magyar képviselőket arról, hogy ebből nem lesz probléma. Egy újabb partnerségi szövetségbe szeretnének csatlakozni, amire többen utaltak, ugye az Európai Unióban az elmúlt években sajnos voltak olyan megnyilatkozások a svéd kormány, svéd miniszterelnök, svéd kormánytagok részéről, ami nem volt diplomatikus, sőt, mondhatjuk nyugodtan, hogy felháborító volt, és arra szeretnénk garanciát kapni. De hogyan? Ugyan volt felháborító? Hogyan akarnak garanciát kapni? Hogy azt mondják, hogy mielőtt mondanának bármi olyat, akkor legalább győződjünk meg róla. Ez a baj az új modern politikában, hogy csak vagdalózunk, monológok vannak, nincsenek párbeszédek, nincsenek stratégiai dokumentumok, felkészítők egy politikus asztalán, bemond valamit a kamerába 2 percig, nem is mondom, hogy ellenzéki vagy kormánypárti Európai Uniós tagország politikusa, és ettől vár valamilyen visszajelzés majd a választóitól, vagy Brüsszeltől, vagy éppen a kormányfőtől, anélkül, hogy valóban mondjuk elolvasott volna egy magyar törvénytervezetet. Erre az elmúlt 3-4 évben többször volt példa. Tehát, hogyha akkor adom is oda a szót, hogyha mondjuk olyan szép mondatok lesznek a svéd politikusoktól, akkor változik a helyzet, tehát ez fogja okozni a változást? Lehetséges, hogy valamilyen gesztust vár a magyar kormány, de én azzal kezdeném, hogy én szeretnék olyan jeggyel utazni, bármely közlekedési eszközön, amilyen a svédeknek van a NATO-tagsággal kapcsolatosan, hiszen Svédország minden értelemben a NATO-tagsággal kapcsolatos összes elvárást teljesíteni tudja, tehát szeretném mondani, hogy az ő jegyük nagyon rendben van. És egy másik szempontot is mondanék, miközben én megértő vagyok azzal kapcsolatosan, hogy inkorrekt mondatok hangzottak el részben a svéd kormány részéről, annyi olyan értelemben, hogy nem illik egy másik ország belpolitikáját. Na de ilyet a magyar kormány részéről, a magyar kormánytagok részéről is azért látom. Ezt akartam mondani, hogy ez egy kölcsönös, és még egyet ne felejtsünk el, a NATO-tagság, a svéd emberek, a svéd választók, a svéd nép, a svéd nemzet biztonságát garantálja, és nem azért a néhány forrófejű politikusét, aki talán a diplomácia nyelvén szólva is illetlenül viselkedett, de hozzáteszem kölcsönös, tehát a magyar kormánytagok is bőven tudnak ilyen mondatokat mondani, de ezt le kell vívni, és ilyen értelemben minden magyar ember a magyar érdek oldalán áll. De az, hogy ezt egy NATO ratifikációval kapcsolatos eljárásba akarjuk megtorolni, aminek a svéd nép biztonságérzete szubjektív, vagy rosszabb esetben objektív biztonságérzete tudna a szenvedő alanya lenni, nem beszélve a jegyes hasonlatról, ami meg ugye arról szól, hogy
Hát én nagyon örülnék, hogyha Magyarországnak is ilyen háttere lenne, mondjuk katonai értelemben, milyen Svédországnak. Persze ugye nyilván a svéd lehetőségek sokszor nagyobbak, de ez a hasonlat sem állja meg a helyét. Tehát azt gondolom, hogy külön kéne változtatni, van egy diplomáciai küzdelem, amit le kell folytatni, és van egy olyan ratifikációs eljárás, amiben teljesen méltatlan, indokolatlan és felháborító a magyar kormány. Hát akkor, hogy leegyszerűsítjük, időhúzásról van szó, aminek egyszer csak az lesz a vége, hogy Svédországot is támogat, mármint a ratifikációt is. Én azt gondolom, hogy ez rendben lesz, és ez meg fog történni. Én annyit reagálnék Dajs Tamásra, illetve Orbán Balázsra, hogy szeretném, és a nézőket is szeretném megnyugtatni. Tehát, hogy igazán az, hogy az Európai Unióhoz kapcsolódóan vannak felvetések, és vannak viták. Ugye Dajs Tamás kérdezte, hogy ez lesz a NATO-ban, és a NATO-ban nem tud ilyenről vita lenni. A NATO egy katonai szövetség. Tehát innentől kezdve ezért okafogyott, és szerintem eléggé ilyen bukdácsoló ez a kommunikáció most a kormányzat részéről, mert hogy egy katonai szövetségbe történő belépés biztonságpolitikai kockázatok miatt történik, vagy történt. Ez egyértelműen Oroszország pozíciói, illetve Oroszország cselekedetei miatt történt. Mindkét ország úgy érezte, hogy nem érzi magát biztonságban, csak a NATO-n belül, és innentől kezdve, amikor azt kérdezik, hogy lesz-e valamilyen fajta vita olyan biztonságpolitikai kihívások kapcsán, mint például egy háború, én ezt nem tudom elképzelni. Tehát innentől kezdve ez a vita szakmai szempontból ezért gondolom, hogy áll. Vita. Kicsit olyan, mint hogyha az egyik fél beszélne a zsiráfról, a másik például egy dinnyéről, tehát körülbelül ennyi lehet az átjárás. A NATO-hoz kapcsolódóan nem lehet egyáltalán semmilyen fajta olyan félnivalója Magyarországnak és Magyarország kormányának, sem Svédország, sem Finnország tekintetében, hogy ezek az országok mást akarnának, vagy rosszat tennének Magyarországnak, mert hogy a NATO nem így épül föl. Tehát ez egy ilyen egyszerű kérdés. Lépjünk akkor tovább, ha már ugye a háborúról is beszélgettünk, természetesen ez is téma, és sokan föltették a kérdést a kormány tagjai számára is, hogy hogyan képzelik el a békét, mi lehet a béke megoldása, hogyan lehet ebbe az irányba lépni. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban nyilatkozott, és azt mondta, hogy a békepártiság nem azt jelenti, hogy az oroszok megtarthatják az elfoglalt területeket. A svéd és Finnország NATO csatlakozásáról, az amerikai-magyar kapcsolatokról és a békéről is beszélt Szijjártó Péter az amerikai AP hírügynökségnek adott interjújában. A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, Magyarország békepártisága nem azt jelenti, hogy Oroszország megtarthatná az általa elfoglalt területeket. A háború leállítása és az, hogy leülünk egy asztalhoz, nem jelenti azt, hogy elfogadjuk a status quót. Amikor a háború véget ér és megkezdődnek a béketárgyalások, nem szükséges, hogy a határok ott legyenek, ahol a frontvonalak húzódnak. Ezt a saját történelmünkből is tudjuk, hiszem, hogy tűzszünetnek kell létrejönnie, fogalmazott Szijjártó. A miniszter a magyar-amerikai kapcsolatokat úgy látja, hogy azok Donald Trump elnöksége alatt voltak a csúcson. Kitért arra is, hogy a volt amerikai elnök soha nem akart semmit sem Magyarországra erőltetni, a többi között az sem, hogy gondolkodjanak másképp a családról vagy migrációról. Ráadásul Donald Trump elnöksége alatt Oroszország nem indított senki ellen sem támadást. Na kezdjük akkor a békepártisággal, mármint ezzel a fajta békepártisággal, amiről most Szijjártó Péter beszélt, és azért téma ez most, mert ugye tényleg sokan kérdezték a kormányzat tagjaitól, hogy hogyan képzelik el a békét, és most talán az első alkalom, hogy ilyen konkrétan fogalmazott a külügyminiszter jelentést, váltást esetleg a korábbiakhoz képest, vagy beleillik abba a kommunikációs stratégiába, ami eddig is volt. Hangsúlyeltolódás, hiszen eddig csak a békepártiságról és az azon nagy tűzszünetről beszéltek kormánypárti politikusok, hozzáteszem, szerintem minden józan ember békepárti, tehát egy háborúpárti ember csak elmegyógyintézetbe tud elképzelni az ember. Az, hogy ez a béke miként áll elő és mit tartalmaz, ez a fő kérdés, és az is helyes, hogy persze legyen tűzszünet, hát mindenki azt gondolja, hogy ne lőjék egymást emberek, hát ez halálhoz ártatlan emberek tömegeinek a halálához vezet. Itt az a fontos kommunikációs irányváltás, vagy legalábbis hangsúlyváltás, hogy adott esetben a béke tartalmáról is beszél, ami ugye Oroszországnak adott esetben kedvezőtlenebb helyzetet is jelenthet. Hozzáteszem, ebben azért Magyarországnak a
képessége, befolyása, lehetősége, hogy ez bármilyen módon befolyásolja, én azt gondolom, hogy kommunikációs szempontból és belpolitikai szempontból lehet jelentősége. Valójában kevésre hiszem, hogy Magyarországnak érdemi befolyása lenne arra, hogy ez a béke, ha létrejön, vagy fegyverszünet, ez milyen övezetekben és a frontvonaltól mennyire eltérően jön létre. Tehát azt gondolom, hogy ennek inkább belpolitikai üzenete van, illetve az az üzenete, hogy a NATO szövetségesek irányába egy gesztust tett a külügyminiszter, vagy legalábbis ennek egy jelét mutatta, de valójában azt kell gondoljam, hogy érdemi befolyásunk erre az ügyre szinte semmi, vagy a semminél nem sokkal több lesz. Egy hangsúlyváltás történt tényleg? Nem érzem a hangsúlyváltást, hiszen soha nem ötletelt a magyar kormány, nincs abban a helyzetben, és ne is ötleteljen. A magyarok nem fogják megmondani senkinek, hogy miről kell lemondani, inkább mások mondták meg nekünk sajnos, több mint 100 évvel ezelőtt, hogy mi lesz, hogy fog kinézni az országot. De várjon, ha azt mondta a külügyminiszter, hogy nem szükséges, hogy a határok ott legyenek, ahol a frontvonalak húzódnak, azért ízlegessük ezt a mondatot. Szerintem a legfontosabb, amit képviselő úr is mondott, hogy Magyarország mindig azt mondta, hogy azonnali tűzszünet kell, de már egy éve ezt mondjuk, és béketárgyalás. De a béketárgyaláshoz mi természetesen nem adtunk sem mandátumot, sem ötletet. Arra gondoltunk, vagy arra gondolt a magyar kormány, én nem természetesen, hogy ezt majd a nagyok szépen leülnek a tárgyalóasztalhoz, megvitatják, és ők kezdenek el vonalakat húzni, mi ebben nem szólunk bele, a legfontosabb, hogy béke legyen több okból. Mi látjuk itt Magyarországon a gazdasági következményeit, nem beszélve arról, hogy a Kárpátalján élő magyarokat is bevontak ebbe a háborúba, és elestek. Tehát nekünk ezért nagyon fontos az azonnali tűzszünet és a béke. De hogy a béketárgyalásokon belül már az orosz, ukrán, Egyesült Államok, Kína, NATO tagállamok, bárki, akit bevonnak, mint bizalmi partner, Törökország, együtt milyen kompromisszumot kötnek, én erre úgy gondolom, vagy úgy emlékszem, hogy Magyarország nem adott javaslatot. Na nézzük akkor ezt a elképzelést, akkor, ha nem is javaslatnak lehet nevezni, de amiről Szijjártó Péter biztonságpolitikai szempontból, jelente ez a korábbiakhoz képest akkor hangsúlyváltást? És a kérdésem ugye arra vonatkozott az előbb, hogy ez a mondat, amit Szijjártó Péter emlegetett, hogy nem szükséges, hogy a határok ott legyenek, ahol a frontvonalak húzódnak, hogy ezt hogyan lehet értelmezni? Hát nyilvánvalóan ezt úgy lehet értelmezni, hogy a frontvonalak egy pillanatnyi helyzetet, pillanatnyi állapotot tükröznek. Ezek változni fognak. Nyilvánvalóan beszélhetünk egyébként, és ez megint egy érdekes kommunikációs helyzet, de nem csak Magyarország oldaláról. Európában, a tengeren túlon mindenhol lehet beszélni tűzszünetről és béketárgyalásokról, de a tény az, hogy sem Oroszország, sem Ukrajna nem kíván most tűzszünetet kötni, és nem akar békét kötni. Tehát mindkét fél felkészült különböző taktikai, harcászati és hadászati manőverekre, amelyeket vagy végre tudnak hajtani, vagy nem. Ha az elmúlt időszakot nézzük, Oroszországnak volt egy támadó stratégiája Európa irányába, illetve Ukrajna irányába is, ugye, hogy meg kéne valahogyan fagyasztani Európát, illetve Ukrajnát, ez egyáltalán nem jött össze. Tehát Ukrajna energetikai szempontból túlélte ezt a telet, és képes továbbra is harcolni. Tehát ezért mondom azt, hogy megint valami olyanról beszélünk, ami egyébként a mindennapjainkat biztos, hogy nem fogja az elkövetkező időszakban sem befolyásolni, sem áthatni. Az, hogyha ténylegesen a hadműveletek végét nézzük, és valamelyik fél oldalára elbillen adott esetben a hadiszerencse, most nevezzük így, nyilván ez egy olyan fajta diplomáciai helyzetet fog teremteni, hogy az, aki győztesként vagy erősebb, potensebb tárgyaló félként az asztalnál jelen tud lenni, az fogja befolyásolni a tárgyalások menetét. És ebben igenis tudomásul kell venni azt, hogy egyébként, és ebben megint csak szerintem mozgástér oldaláról érdekes, amit a magyar kormányzat kommunikál, hiszen minden szankciót megszavaztunk. Végig az elmúlt 13 hónap alatt, miközben békéről beszéltünk, egyébként a háborúhoz kapcsolódóan az, hogy Európa is támadás alatt áll, gazdasági háborúban vesz részt. Igenis látjuk azt, hogy Oroszországgal valamit tenni kell, és hadd hozzak, kicsit furcsa lesz, de egyébként ennek is van biztonságpolitikai vonzata, most Paksra gondolok, hogy egyébként Paks kapcsán is változik a kormányzat álláspontja. Tehát én azt látom, hogy hangsúlyokban kezd a kormányzat
időnként politikai szempontból ugye orosz barátnak fogalmazott külföldön is, illetve itthon is az ellenzék oldaláról ezt hallhattuk, orosz barát gondolkodásmódja változni, és olyan szempontból jól látható az, hogy biztonságpolitikai helyzetek tekintetében olyan kívánalmakról van szó, ami egyébként a mindennapokban most még nincs. Egyébként ha már az ellenzék került szóba, akkor folytassuk is ezzel, mert hogy a DK tartott ma egy konferenciát, és Dobrev Klára is felszólalt, és ő is megfogalmazta, hogy szerinte milyennek a külpolitikai helyzetnek az esetleges következménye, és milyen veszélyeket érthet magában. A NATO erősítése, a szövetségi politikánk erősítése, az az egyik legfontosabb hazafias feladatunk ezekben a napokban. A kormány viszont NATO és EU ellenes retorikájával veszélybe sodorja Magyarország biztonságát és szövetségi pozícióját, jelentette ki Dobrev Klára a DK honvédelmi konferenciáján. Közös európai hadseregkel, közös katonai együttműködéskel, mert a 21. században csak így lehetnek biztonságban a magyarok. Az, amit most az Orbán kormány a biztonságpolitika, vagy akár az energiabiztonság területén művel, az a magyar hazát nem biztonságosabb helyé teszi, hanem kiszolgáltatottabbá teszi. A NATO-val való közös gondolkodásra, a kritikus infrastruktúra és az ellátási útvonalak védelmére van szükség, Badai Ágnes szerint. Az árnyék kormány a NATO mellett áll, és mi a szövetségen belül kívánjuk és akarjuk tartani Magyarországot, mert ma Magyarország biztonságának legfőbb garanciája éppen a világ legerősebb védelmi szövetsége. A kormány az elhangzottakra reagálva úgy látja, az a Gyurcsány párt prédikál a védelemről, amely az egész dollár baloldallal együtt eladta magát, és külföldi megrendelésre háborúba akarja rángatni Magyarországot. Na akkor induljunk ki abból, amit a Dobrev Klára is, illetve Vada Ágnes is megfogalmazott, hogy akkor most nincs Magyarország biztonságban, hogyha abból indulunk ki, amit ő megfogalmazta? Még szerencsé, hogy nincsen országgyűlési kampány, mert ez, amit a kormánypártok reagáltak, ennek nagyon kampányiző mondatok voltak benne. Most a dollárbaloldalra, igen, ezt szerintem rekesztük is ki belőle, mert ez nem szól másról, mint a szokásos Fidesz belpolitikai kommunikációról. Én nagyon örülök, hogy mind Dobrev Klára, mint Vadai Ágnes egyetértett Horn Gyulával, hiszen gyakorlatilag Horn Gyula, amikor bevezette Magyarországot a NATO-ba, ezeket az érveket hozta föl, és nagyon jó dolog, hogy ezek a gondolatok megismétlődnek. Igen, én is azt gondolom, hogy Magyarország akkor van biztonságban, nagyon helyes. Hát most nincs világ... biztonságban, ha jól értem? Azt gondolom, hogy a NATO tagság hozott egy relatív biztonságot, én azt gondolom, de majd a szakértők elmondják, hogy abszolút biztonság abban a világban, ahol a haditechnika ott tart, ahol ma, hogy percek kérdése, amikor több száz kilométert megtesznek rakéták, meg hasonló a helyzet, de a biztonságot tekintve Magyarország azáltal a NATO, és egy kicsit mondom, az Európai Unió tagja, így a lehető legtöbbet tudott tenni azért, hogy biztonságban lehessünk, de abszolút biztonság nincsen egy olyan világban, ahonnan néhány száz kilométerre rakéták röpködnek, és valóban a kárpátaljai magyarságot tekintve meg különösen aggasztó a helyzet. Azért kérdeztem ezt, mert ugye elhangzott Dobrev Klára részéről is, hogy ez a fajta retorika, tehát ahogy fogalmazott a kormány, NATO és Európa Unió ellenes retorikája alapjaiban veszélyezteti Magyarországnak a szövetségesi pozícióit, illetve a biztonságát is. Ezért kérdeztem azt, hogy ebből az következik, hogy jelenleg nincs biztonságban. Szövetségi pozíciónkat semmi nem veszélyezteti, mert hála Istennek az elmúlt 10 év gazdasági sikere is hozzájárulhattak ahhoz, hogy végre a GDP 2%-át is elérheti a biztonságpolitikai védelmi kiadások, ráadásul egy valós, kézzel fogható, mindenki által látható haderőreform indult el. Én azt gondolom, hogy ez Brüsszelben, a NATO központban is értékelik, ezt a NATO főtitkár is értékeli, ahogy értékeli a NATO tagságunk óta nagyon kevés olyan misszió volt, Boszniától Afganisztánig, ahol a magyar katonák ne teljesítettek volna. Tehát azt gondolom, hogy mi ebben a szövetségi rendszerben, ami tőlünk telik, azt megtettük, sőt most már gazdaságilag szerintem még többet is tudunk tenni, természetesen a magyar polgárok védelme érdekében. Én azt gondolom, hogy a NATO elégedett Magyarországgal, biztos, hogy a magyar kormány nem NATO ellenes,
és nem Európa ellenes. Az Európai Unióban vannak olyan döntések, illetve most úgy tűnt az elmúlt pár hónapban, hogy a NATO főtitkár részéről, vagy a NATO-n belül is ez a közös konszenzus, mint hogyha vitatható lenne, miközben ez az alapértéke az Európai Uniónak is, hogy akkor vétózok, amikor szeretnék, vagy azt támogatom, amit én úgy gondolom, hogy az nekem prioritás, hiszen a nemzet, akit képviselek, nekik ez a prioritás. Akkor... azt gondolom, hogy a NATO-n belül nincsenek konfliktusok, az Európai Unión belül pedig nincs olyan tagállam, akinek ne lennének konfliktusai, hogyha nekünk több van, az számomra az sem felháborít. Akkor dobom tovább a labdát, mert hogy számomra továbbra is ez a kérdés. Ugye itt az hangzott el tényleg, hogy veszélybe vannak, vagy lehetnek a szövetségesi pozíciók, miközben ugye arról beszélgettünk, hogy előbb-utóbb Magyarország is nyilván hozzájárul, majd Svédországnak, meg Finnországnak is a NATO csatlakozásához, tehát ilyen értelemben nem veszélyezteti a NATO-nak az egységét, miközben itt újra elszangzott el, hogy szóval látok némi ellentmondást. Én nagyon-nagyon sarkosan fogalmazok, tehát, és tényleg a nézőket szeretném egy bizonyos szempontból megnyugtatni. Tehát abban az esetben, hogyha Magyarországot támadás érni, elképzelhetetlennek tartom azt, hogy a NATO ne védeni meg bármilyen vita ellenére is Magyarországot. Tehát ha ilyen szempontból közelítünk ehhez a kérdéshez, és bocsánat, ne fizikai támadásra, tehát ne egy szárazföldi támadásra gondoljanak, akár szájberbiztonsághoz kapcsolódóan, terrorizmushoz kapcsolódóan, migrációhoz kapcsolódóan, tehát én azt gondolom, hogy Magyarország teljes jogú tagja a NATO-nak, és a NATO nem gondolja azt, hogy egyébként, ha Magyarországnak valamilyen fajta biztonságpolitikai kihívással kellene szembenézni, hogy akkor ott kéne hagyni Magyarországot. Hol van egyébként bizonyos szempontból azért egyfajta probléma? A szövetségeseink egyes lépéseinket nem értik. Sem Oroszország vonatkozásában, sem Oroszország biztonságpolitikai gondolkodása kapcsán, illetve abban a tömbösödésben, ami egyre inkább látható a világban. Ahol egyébként az ukrán háborútól teljesen függetlenül olyan erők feszülnek egymásnak, akár a Távol-Keleten, akár a bolygó más részein, ahol egyébként a Nyugat és ahol egyébként a NATO nagyon határozottan fogalmaz meg véleményeket. És ebben, és például gondolok Kínára vonatkozóan több biztonságpolitikai kérdésben, Magyarország vizsgál olyan témákat, amiben a többiek nem vizsgálnak semmit, hanem egyszerűen úgy gondolják, hogy a Nyugatnak egységesen kell fellépnie. Ebben azért vannak hangsúlybéli különbségek, és egyébként ebből lehet probléma az elkövetkező években. Ilyen szempontból egyetértek a DK-s politikusokkal a tekintetben, hogyha ezt így vizsgáljuk, akkor ez egyfajta ilyen szétfeszítő erő lehet. És azt is látnunk kell, hogy egyébként ez a fajta feszültség az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódóan az elkövetkező időszakban még inkább jelen lesz. Tehát Oroszország egyre komolyabb és határozottabb lépéseket tesz a tekintetben, hogy ezt a háborút bármi áron megnyerje. És nyilván ez a Nyugatnak nem fog tetszeni, és a Nyugat megfogalmazta, a Nyugat több politikusra is, például Macronra, Biden elnökre gondolok, hogy nem fog engedni a Nyugat Oroszország semmifajta követelésének, és ebben a helyzetben, hogyha Magyarország nem fog egyre markánsabb véleményt megfogalmazni a Nyugat mellett, hanem ilyen gondolkodó, nevezzük így, és akkor finoman fogalmaztam, hozzáállással áll mindenhez, a szövetségeseink föl fognak tenni olyan kérdéseket, ami egyébként nekünk lehet kellemetlen. Akkor nézzük meg, hogy ebbe a kontextusban, amit most ön említett, hogyan illeszkedik bele Szijjártó Péter mai gondolata, mert hogy ugye megnyílt Üzbegisztánnak a budapesti nagykövetsége, és tartottak egy közös sajtótájékoztatót, ahol Szijjártó Péter kifejezetten arról beszélt, hogy szó nincs arról, hogy Magyarország külpolitikailag elszigetelődne, pont az ellenkezője látszik. A világ az több és nagyobb, mint Európa. A világ az több és nagyobb, mint a transatlanti térség. És a világon mi, akik békét akarunk, bizony jelentős többségben vagyunk. Így, amikor Magyarország a béke mellett érvel, akkor Magyarország ezt a globális többség részeként teszi. És mivel mi egy globális többségnek vagyunk a részese, ezért az elszigeteltségünkről szóló hírek nem mások, mint álhírek.
Na hát akkor nézzük a külpolitikai vonatkozásokat ebből a szempontból, és ez azért érdekes most ugye, amit itt, meg a helyszín is ugye érdekes. Ahogy említettem, Üzbegisztán Budapest nagykövetsége nyílt meg, is itt beszélt Szijjártó Péter, és azt mondta, hogy a türk államok szervezetének minden tagállama rendelkezik már ugye a diplomáciai képviselettel Magyarországon, és itt mondta azt, hogy Magyarország szó nincs arról, hogy elszigetelt lenne, mert hogy ahogy itt elhangzott, ugye jóval tágabb kontextusba kell mindezt nézni. Remélem, hogy külügyminiszter úr egyébként ugyanannak a foci csapatnak, mint drukkol, mint én, ez egy enyhítő körülmény, de hogy nem ezt az érvet akarja tartósan alkalmazni, hogy a Magyarország elszigeteltségét azzal cáfolja, hogy egy szovjet utódállam, és minden tiszteletem az üzbég és minden olyan népé, aki a volt Szovjetunió vendégszeretetét volt kénytelen élvezni, nyilván nem önszántukból, de mégiscsak mi egy NATO és EU tagállam vagyunk. Föl kell tenni azt a kérdést, hogy azon a közösségen belül, amelynek tagjai vagyunk, hogy ott el vagyunk-e szigetelődve, és igen, én azt mondom, ahogy Tarjányi Péter is az előbb egy hasonlattal kapcsolatosan kifejtette, hogy ott elindult egy elszigetelődés az a NATO-ban is, és az Európai Unióban is, aminek ez az orosz kérdés az egyik része, és valóban föl kell tenni a kérdést, hogy adióta mindenképpen, hogy vajon hova akarunk tartozni a türk államközösséghez, amivel nyilván etnikai kapcsolatot ki lehet mutatni, akár még nyelvit is, és sok minden mást is, meg ugye itt állomásoztak egy viszonylag sokáig a türk-török csapatok Magyarországon, de mégiscsak mi nem erre szeretnénk tartani. A magyar nép, a magyar nemzet döntött, hogy Európához, a NATO-hoz. A kormány válasza erre az, hogy mind a két irányba nyitni kell a kormányzatnak. Igen, ez jól hangzik, ez a flamand vallón ellentétben jól hangzik, hogyha valaki belgának vallja magát, de vannak olyan helyzetek, különösen, amikor egy háború dúl innen néhány száz kilométerre, amikor nem lehet egyszerre mindenkinek megfelelni, és egyébként, ha kitör majd a világbéke, amit mindnyáján szeretnénk, akkor lehet majd a magyar nemzeti érdekre hivatkozva akár egy kis hintapolitikát folytatni, ez része a történelemnek és a politikai stratégiáknak, de amikor kiéleződnek a konfliktusok, akkor nekünk a szövetségi rendszerünkhöz kell igazodni, és az nem a türk népek, meg egyéb ilyen szovjet utódállamokat érintő szövetségek, hanem a NATO és az Európai Unió, ehhez kell nekünk igazodni. Tagjai lettünk, és nem csak szolgai módon, hanem a magyar nép akaratából lettünk tagjai. Említhetném Horn Gyulát és a korábbi szocialista kormányokat, de ez egy kicsit várt ízű lenne, de mégiscsak ők vezettek be minket mindkét szövetségbe. Szóval ez nem volt jó mentegetőzés, mert és akkor lehetne még a kínai kapcsolatokat is említeni, tehát tagadhatatlan, ha így nézzük a világ összes országát, lehet új barátokat és új szövetségeseket találni, de ez egyrészt nem célszerű, másrészt szembe megy a sokat hangoztatott magyar nép, magyar választók akaratával, hiszen mi az EU és a NATO mellett. Ráadásul ugye azt is mondta Szijjártó Péter, hogy álhír minden, ami azzal arról szól, hogy mi elszigeteltek lennénk a világban. Ezek szerint akkor az onnan nézzük. Onnan nézzük az igen, az a kérdés, és pont ezt akartam kérdezni, hogy tényleg akkor függ, hogyha NATO vagy az EU felül nézzük, akkor segítek más, feloldani, más a helyzet, remélem, mondjuk... a legnagyobb félreértést. Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban és pár helyen Magyarországon. Nem vagy-vagy. Mi nem a német befektetőt nem akarjuk, nem a magyar 35%-os közvetlen exportot fogjuk csökkenteni Németország felé, a keleti nyitással bármerre nyitunk. Ez nem vagy-vagy. Megtanultuk a 2008-as, 9-es nagy nemzetközi pénzügyi gazdasági válságból, hogy a klasszikus európai partnereink rendkívül érzékenyek, nagyon volatilisek, lemegy az igény, nem tudunk mit eladni. Mindenki keletre nyitott. Az eurázsiai kapcsolatok Anthony Blinken számára, az Egyesült Államok külügyminisztere számára ugyanannyira fontosak, mint nekünk, mint Szijjártó Péter számára. Mindenki nyit keletre, csak abba senki nem köt bele. Mi nem a nyugati kultúra iránti elkötelezettségünket adjuk fel, nem a NATO kötelezettségünket, új partnereket keresünk. Pont erre kérdeztem az előbb. Ez nem vagy-vagy. Tehát Németország a legnagyobb munkaadó Magyarországon a gazdasági kapcsolatok, de Kína és Korea az elmúlt 3 évben a legnagyobb befektető. De ez nem politikai kérdés, ez nem ideológiai kérdés. Én azt szeretném, hogyha mindenhol lenne magyar képviselet, és bármilyen távoli országnak is lenne képviselete, feltéve, hogy kiváló kollégát küldünk oda, meg ide is, mert ott dől el, nem a távolság. Tehát ez nem vagy-vagy, ez nem a nyugati kultúra és a keleti kultúra. Egyébként meg pedig azt szeretném, mert ezt is csinálták a magyarok nagyon sikeresen az elmúlt 1000 évben, hogy közvetítünk kelet és nyugat között.
Mi segítünk elmagyarázni a nyugati barátainknak, hogy ott is óriási lehetőségek vannak, de ők tudják, hiszen Franciaország, Hollandia, Németország már az igazi szovjet típusú kommunista Kínával üzletelt, ami nekünk nem adatott meg. Azt, hogy végre vannak olyan országok, vagy mi végre előnyös üzletet köthetünk Azerbajdzsánnal, vagy Üzbegisztánnal, hála Istennek, igen, ez a magyar patrióta gazdaságpolitika érdeke. Gazdasági, politikai, vagy biztonságpolitikai kérdés? Mert hogy mindhárom természetesen, de átadom a szót Péternek örömmel. Mert hogy arra próbáltam az előbb célozni, ugye, hogy azért kérdeztem azt, hogy a kormány valóban mindig hogy ez erre nem vagy. Hogy nem azért megyünk Kínába, mert nem akarunk Párizsba menni. Elmegyünk Párizsba is, hát ott volt a miniszterelnök. Csak egyetlen mondatot, hogy amikor kitől a világbéke, vagy nagyon konszolidált a helyzet, akkor ebben még lehet is igazság, amit az előttem szóló mondott, de olyan helyzetben, amikor ilyen szinten éleződnek ki a szövetségi rendszerek, bizonyos értelemben azt kell, kultúrák közötti konfliktusok, akkor szerintem nem fönntartható már ez a típusú gondolkodás. Én azt gondolom, hogy egy nagy követség, hogyha nyílik Budapesten, bármilyen ország tekintetében, az mindenképpen diplomáciai siker, és ezt most kormányoktól és oldalaktól függetlenül mondom. Ha a kérdése arra irányul, hogy van-e valamilyen fajta biztonságpolitikai probléma, én azt gondolom, hogy van egy kérdéskör, amit én azt hiszem, hogy Magyarországon a magyar kormányzat nem úgy lát, mint ahogy egyébként látnak nyugaton. És ez nem Üzbegisztánnal, nem Azerbajdzsánnal függ össze, tehát hogy ettől tényleg rugaszkodjunk el, és egy picit lépjünk hátra. Azt kell megértenünk, hogy egy nagyon-nagyon komoly válságsorozat elé néz a világ. Ez a válságsorozat több területen lesz jelen, gazdasági területen is, de nagyon sok biztonságpolitikai kihívás tekintetében. Egyszerűen a távol-keleti országok közül csak kettőt emelnék ki, Kínát és Indiát, mind a két ország keresi a helyét, szerepét nem csak a térségben, hanem a bolygó biztonságpolitikai kihívásaiban, és egyébként nagyon-nagyon sok esetben szöges ellentétben állnak az érdekeik a nyugat érdekeivel. Tudomásul kell vennünk azt, hogy a nyugathoz tartozunk. Tehát Magyarországnak ugyanazok az érdekei biztonságpolitikai szempontból, ugyanazoknak az érdekeknek kell lennie, mint adott esetben Németországnak, Franciaországnak, Nagy-Britanniának vagy az Egyesült Államoknak. És egyébként ebben, mivel mi egy szövetségi rendszerben a NATO-hoz tartozunk, nyilvánvalóan ezek az országok bennünket is egy kalap alá vesznek. Itt, ha ebben van egy olyan fajta áthallás, hogy mi egy külön utas gondolkodásmódban mindkét oldalnak, idézőjelbe téve mondom, megkívánunk felelni, ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás lenne. Vannak olyan politikai erők, amelyek ezt feltételezik Magyarország kormányához kapcsolódóan, ezzel egyébként azt hiszem, hogy Magyarország kormányának dolga lenne. De mondok egy extrém példát, ugyancsak Szijjártó Péterhez kapcsolódóan, ugye a holland közszolgálati rádiónak adott egy nyilatkozatot szerintem pont hétvégén, ahol egy nagyon érdekes kérdés volt, és én azt mondom, hogy ez például egy problémát jelent, amikor felteszik kérdésként nekünk azt, hogy el tudjuk-e képzelni a NATO-t, vagy egyáltalán a katonai szövetségi rendszert az Egyesült Államok nélkül. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz helyzet, és én azt látom, hogy ilyen kérdéseket kapunk az utóbbi időszakban, olyan kérdéseket, amit egyszerűen más országok nem kapnak meg. És ezért mondom azt, hogy ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában Magyarország kormányának dolga lenne a mindennapokban, és Szijjártó Péternek is, nem csak egy nagykövetség megnyitása kapcsán, bár például a nagykövetség megnyitó nyilatkozatában lehetett volna erre. Arról nem is beszélve, és akkor a háború is mindenképpen esik szó, már mint azzal kapcsolatban, hogy ugye arról volt szó, hogy milyen biztonságpolitikai kihívások kerülnek, vagy kerülhetnek elő. Hát Putyin elnök azt mondta, hogy Oroszország taktikai atomfegyvereket fog telepíteni belőle. Oroszország megállapodást kötött a szomszédos Fehér Oroszországgal taktikai atomfegyverek állomásoztatásáról, jelentette be Vlagyimir Putyin. Ezek kontrollját azonban nem adják át a fehér oroszoknak, így az elnök szerint ugyanazt csinálják, amit az Egyesült Államok, amely szintén atomfegyvereket állomásoztatott európai szövetségesei területén. 10 repülőgép áll készen az ilyen típusú fegyverek használatára. Április 3-ától megkezdjük a személyzet kiképzését, július 1-én pedig befejezzük a taktikai atomfegyverek speciális tárolójának építését Fehér Oroszország területén, mondta. Azt kell látni, hogy Putyin az ukrajnai elleni támadás
első napjától kezdve atomfegyverek bevetésével fenyegeti a nyugatot, ez többször megismételt, de gyakorlatilag ez a nukleáris zsarolásnak a célja az volt, hogy elijessze a NATO tagállamokat. A NATO-nak is van harctéren alkalmazható nukleáris fegyvere, az amerikai B-61 bomba. Ezeket a robbanóeszközöket a nukleáris megosztási rendszer keretében évtizedek óta több Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban és Törökországban található légitámaszponton tárolják. És akkor két kiegészítés még az előbb elhangzottakhoz. Az ukránok úgy reagálták rá ezt a bejelentést, hogy Oroszország nukleáris túszként tartja fogva ugye Belaruszt, és az amerikaiak is reagáltak. A Védelmi Minisztérium szerint nincs jele annak, hogy Oroszország nukleáris fegyver bevetésére készülnek, és hogy egy szokásos újabb fenyegetésről van szó. Úgyhogy át is adom, hogy ezek szerint erről van szó, hogy egy újabb fenyegetésről van szó, egy újabb erős mondatról van szó, most egy másik dimenzió van. Én azt hiszem, hogy új dimenzióban nem lépett ez a háború egyáltalán, tehát megint szeretném a nézőket megnyugtatni, és egyébként a hidegháború idején is különböző atomfegyvereket, taktikai atomfegyvereket, mind a NATO, mind az akkori Varsói Szerződés állomásoztatott különböző országokba. Egyébként halkan mondom, hogy például a Varsói Szerződés idején Kunmadaras térségében voltak, és ez most már ugye nyílt titok, atomfegyverek Magyarország területén is. Az akkori Szovjetunió ezeket itt állomásoztatta. Nem ezzel van a probléma, tehát hogyha egy ország területén elhelyeznek ilyen eszközöket, hanem az a fajta nukleáris támadó stratégia változik vagy nem változik, amiben ezeket az eszközöket használni akarják a felek. És itt ebben az a megnyugtató, hogy az Egyesült Államok hírszerzése arról beszélt, hogy ilyen lépéseket ugyan megtehet Oroszország. Halkan mondom, voltak olyan hírszerzési információk az elmúlt évtizedekben, hogy eddig is volt Fehér Oroszország területén taktikai atomfegyvere Oroszországnak, tehát voltak ilyen hírszerzési információk, és igazán itt az a kérdés, hogy lépne vagy nem lépne Oroszország, és elsősorban kommunikáció szempontból használja ezt. Az Egyesült Államok hírszerzése szerint nincs olyan konkrét jel, ami arról szólna, hogy ilyen fegyvert. Tehát akkor csak egy-egy rövid reakcióra van. Nagyon valószínű, hogy ez csak egy nyomásgyakorlás. Nyilván része annak az orosz doktrínának, ami az elrettentésről szól, de nincs realitása annak, hogy ezeket az atomfegyvereket bevessék. Nyilván az amerikai hírszerzés is így gondolja, ezért én is azon nem lépett a háborúi szakaszába, viszont az is nagyon valószínű, hogy az a tűzszünet, vagy az a béke nagyon odébb van még, amelyről majd egyszer beszélni kell, bár még egyszer hangsúlyozom, nem Magyarország feladata lesz ennek a kereteinek kijelölése. És ugye itt arról van, hogy ugyanazt tesszük, mint amit az USA már tesz évtizedek óta, ugye itt elszangzott, tehát akkor ez egy újabb kommunikációs... Erre a biztonságpolitikai szakértő utalt, Eisenhower 1959-ben Törökországba 10 ponton helyezett el ilyen fegyvereket, sőt, az nem taktikai volt, a stratégiai, tehát az valóban gyilkos. És Olaszország területén 3-at, majd jött a kubai rakétaválság, reméljük, hogy nem lesz, béke lesz, ez legyen csak a kommunikációs harc. Hát akkor, ha harc, hát legyen harc, hogy így zárjam le akkor a mai adást. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm, elmondták a véleményüket. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmüket. Találkozunk holnap este ugyanekkor itt a szokásos időben, 3:49-kor a mai témában. Most maradjanak pedig továbbra is az ETV-vel. Szép estét kívánok, viszontlátásra!